Jó estét kívánok. Lassan, megvárom, ameddig az ajtót becsukják, és hivatalosan is elkezdjük ezt a számomra nagyon örömteli találkozót. Mert a, amikor elkezdtünk beszélgetni a Bálintház vezetésével, programszervezőivel, hogy mivel kezdjünk egy beszélgetés sorozatot, ami feltehetőleg érdekli a közönséget, és szívesen eljönnek rá akkor azt mondtam, és ez pont akkor volt, amikor az Emich megkapta a sorsok házát. És azt gondoltam, hogy, hogy ez feltehetőleg sok embert érdekelne, már akkor, hogyha hajlandóak lennének leülni, egymással beszélni a sorsokháza ügyéről, ami az egész zsidóságnak az ügye, feltételezésem szerint, az Emich vezetője és a Marzsihész vezetője. Ez nem teljesen egyszerű feladvány volt, valószínűleg sejtik, hogy ez nem... Én még akkor ezt nem tudtam, hogy ez mennyire bonyolult feladvány. Gondoltam, hogy nem lesz nagyon egyszerű, de egy kicsit még annál is bonyolultabb volt. Minden esetre a viszonylag hosszú pályafutásomnak az egyik legfontosabb állomása az, hogy egyszerűen létrejött ez a találkozó, hogy mi fog történni ehhez képest az engem már egyáltalán hogy mondjam, csak nem, nem azt mondom, hogy nem érdekel, hiszen azért jött létre, mert érdekelt, csak azt mondom, hogy mostantól kezdve, ami történik, az már bónusz számomra. Amit pedig mondani szeretnék, hogy lehet, hogy ősnaivaként adom elő magam, és ahhoz egy kicsit túlkoros vagyok már, de hogy én abban hiszek, hogy akármennyire is mondták nekem, hogy nincsen Nincs semmi értelme, az álláspontok nem fognak közelíteni egymáshoz. Én akkor is hiszem, hogy van értelme annak, hogy beszéljenek és nézetet cseréljenek emberek, akik egyébként kifejezetten másképpen vélekednek egy bizonyos közös dologról. És miután azt feltételezi az ember, hogy. Túl kellene lépni azon, hogy van a zsinagoga, ahova járunk, és van az a másik, ahova be nem tesszük a lábunkat, hogy ez nem nagyon jött eddig jól ki. Hát hogyha, hát, hogyha ezen túl lehet lépni, vagy hogyha ezen nem is lehet túl lépni, de legalább beszélünk egymással, az valamire jó. Tehát ebben az esetben én ebben a hídben kértem meg, hogy, hogy üljenek le és szállják rá a mai estét erre a beszélgetésre, erre a találkozóra, és akkor most szolgálati közlemény következik. Abban állapodtunk meg a Bárintház vezetésével, leginkább azért, mert én azt gondoltam, hogy nem terhelem a vendégeket, hogy az első tíz percben a sajtó dolgozik kamerákkal, és utána a vágóképek birtokában vagy elmegy, vagy azt csinál, amit akar. De miután most beszéltem a vendégekkel, akiket egyáltalán nem zavar, hogy kameráznak, tehát gyakorlatilag a sajtó addig vesz föl, ameddig akar. Így van módosítva az eredeti kiadvány. A másik ö, ilyen kötelező bejelenteni valom, hogy mielőtt a Facebook... Ja, és egyébként elfelejtettem köszönteni azokat, akik a Facebookon élő adásban követnek bennünket, mert őket legalább annyira ünnepeljük, hogy itt vannak, mint önöket, akik eljöttek ide de hogy azok, akik szerettek volna kérdezni, azok szünetben, 45 perc múlva körülbelül, hogy oxigént cserélhessünk, szünet lesz, és 45 perc múlva, akinek kedve van, az írja le a kérdéseit, és a recepcionál átveheti, illetve elküldheti a kérdéseket, az, aki nincs itt, de szeretne kérdezni, az infokukaszbálintház.hu címre. És ezeket a kérdéseket a második részben fel fogom tenni. Ahhoz képest kérem azokat, akik kérdeztek, maradjanak itt a második részre is. Egyébként meg lesznek még azon kívül is kérdések. Tehát akkor az udvariasági körökön kívül szívből köszönöm, hogy eljöttek, hogy létrejöhetett ez a találkozó. És az a kérésem, hogy a holokausztal és az emlékezett politikával, vagyis a sorsok házának az ügyével kapcsolatban mindketten beszéljenek 5 percet, és nem a vendéglátó mazsihisz ügyében, mert hiszen itt Frölich Robert önmagát képviseli, és nem a mazsihiszt, ugye? Nekem ezt kellett elmondanom az elején. Ezt, ezt kellett, De mikrofonba, mikrofonba, mikrofonba. Ezt kellett, ezt majd én kiegészítem azért. Jó. Tehát, hogy az F betű megelőzi a K betűt, úgyhogy kérem szépen, hogy akkor kezdje, kezdje maga az öt percét, jó? Igen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki itt van fizikálisan, és mindenkit, aki itt van virtuálisan. A képviselet kérdése, ha már így felmerült, hogy tulajdonképpen én kit képviselek, mit keresek itt. Azt kell mondjam, hogy ugyanazt képviselem, amit az elmúlt majd három évtizedes rabinikus pályám során mindig, a tradicionális neológiát. Nem embereket, nem szervezeteket, a meggyőződésemet, a hitemet, és ha úgy tetszik, azokat az embereket, akik kimondva vagy kimondatlanul, de ugyanúgy gondolkodnak és ugyanazt vallják, amit én gondolok és amit én vallok. Semmilyen hivatalos szervezet képviseletében nem vagyok itt. Amikor engem a Kati megkért, hogy üljek le slomóval, slomóval beszélgetni, akkor egyetlen dolog futott át az agyamon, hogy ha egy rabbit fölkérnek arra, hogy üljön le beszélni egy másik rabbival, arra egyszerűen nem mondhat nemet. Ha csak nincs valami égbe kiáltó ö, vallási nézetbeli különbség közöttük, akkor rabbinak le kell ülni a rabbival beszélni, még akkor is, hogyha előtte sose beszélgettek, még akkor is, hogyha nem azonosak a nézeteik a világról, nem valószínű, hogy ma este, én meghívom a slomót vacsorázni, és sem valószínű, hogy holnap elmegyek vele kávézni a Tel Aviv kaféba, de le kell ülnünk beszélni. Ezért vállaltam el, hogy ezt a beszélgetést itt végig próbálom csinálni. Mert az a meggyőződésem, hogy beszélnünk kell. Az a meggyőződésem, hogy olyan pontra kulminálódott a mazsisz-emi konfliktus, ami már nagyon veszélyes. Szilárd meggyőződésem, és elmondtam Heizler elnök úrnak is tegnap reggel, szilárd meggyőződésem, hogy eddig a Mazsihiszt és az Emih ellenfelek voltak. És most ellenfelek nagyszerűen tudták kezelni egymást. Vagy nem tudták, Ez döntsék előttük. Meg dönts el az Emih és dönts el a Mazsihiszt. De az utóbbi két hétben az ellenfél státusz, legalábbis az én érzéseim szerint átment ellenség státuszba. És ez már nagyon nem jó. Ez már nagyon nem jó. Azt gondolom, hogy amíg van -e egy rivalizálás, két zsidó felekezet között, az akár egészséges is. De amikor háborúba fordul át a rivalizálás, annak a háborúnak nem lesznek nyertesei. Annak a háborúnak csak és kizárólag vesztesei lesznek. És ennek én látom a jeleit, már most látom a jeleit. Ebbe az egész sorsok háza ügybe Belekeveredhet ez a mazsihisz-emich háború, vagy emich-mazsihisz háború, teljesen mindegy, hogy fordítjuk a sorrendet, és már veszített a mazsihiszt, és már veszített az emi. Pedig még el sem kezdődött. És azért vállaltam ezt a beszélgetést, hogy megpróbáljak gátat szabni ennek a háborúnak az eszkalálódásának. Kis pont vagyok, jól mondta a Kati, nem képviselek semmilyen szervezetet, magamat képviselem, meg azokat, akik úgy gondolják, hogy elég volt, akik békére vágynak. Ugye azt mondja a prédikátor, uh, a korasz mindennek megvan a maga ideje, Észmér homo és Shulaim? Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. És erre a Mercedes Dovid azt mondja, egy ragyogó kommentátor, hogy van olyan, hogy az ember háborúzni kezd, és egyik pillanatra, másikra meggondolja magát, és már békét akar. Én azt gondolom, hogy most jött el az ész a nem háború ideje. Mert béke sose lesz. Tehát én nem vagyok naív, de azt gondolom, hogy most jött el a nem háború ideje. Ezért ültem le, ezért vállaltam el, és ezért vagyok itt. És tulajdonképpen ennek az egész beszélgetések részemről egyetlen célja van. Beszélni, beszélni. Valaki megkérdezte tőlem, hogy ha mikor beszéltünk mi utoljára, most lombóval. Nem tudom, de amikor beszéltünk, akkor se többet annál, hogy szia, szia. Így volt? Nem valószínű, hogy napi beszélgető partnerek leszünk, de el kell kezdenünk beszélni egymással. El kell kezdenünk kommunikálni. És nem mindig a haragszomrád alapállásából. Persze, vitatkozni fogunk ma este. Hát hogy ne? Hát a zsidók azok vitatkoznak, hát erről szól az életünk. Vitatkozunk, és komoly dolgokra fogunk vitatkozni. De ha mindezt, azt gondolom, ha mindezt a tesszük a jobbítás szándékával, akkor ebből a mai estéből valami kiindulhat, valami jó. Mert ha így marad minden, hogy most van, abból csak rossz jön. Köszönöm szépen. És a szó mikrofon. Egyben kérem, hogy amennyiben terhükre van a zakójuk, ez a meghívott vendégeimre is vonatkozik, bár nem tudom, hogy megengedi-e például Semmiképp. az ortodoxia. Nem. Semmiképpen. Gondoltam. Minden esetre, aki úgy gondolja, hogy van mit levetni, az nyugodtan vet közön le mindent jó estét kívánok én is nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást és nagyon szépen köszönöm Főrabbi úr, Robi a készségedet, hogy minden esetleg ellentétes nyomás ellenére ezt vállaltad, ez megtisztelő személyesen számomra is és szerintem minden itt, itt lévő résztvevő számára is akkor ha nem tudom a beszélgetés vezetője Kati megengedi, akkor egy pár szóban hagyd reflektálak arra, amit mondtál, és azért... Persze, azért nem kérdeztem rá egyébként, mert hogy nagyon kézenfekvő az is, hogy uh -huh. a, ez ö, sosem volt ilyen rossz a viszony, hogy eszkalálódott uh -huh. a konfliktus, hát ezeket, ezek olyan hívó szavak, amikre mindenféleképpen kérem, hogy reagáljam. Uh -huh. e és akkor, akkor először reagálnék erre, és utána a, a, a alapfeladat ami rám lett osztva, hogy elmondjam a sorsok házával kapcsolatos koncepciót vagy elképzelést, és azt, ami az én fejemben van, és ezt megosztom az itt lévőkkel. Hát először is, tehát még egyszer ugye nagyon nagyra értékelem ezt a felvezetését a Robinak, mert én is arra gondoltam, amikor idejöttem, hogy én nem, semmiképp nem vitatkozni jövök, hanem beszélgetni, mert minden alkotó beszédszituációnak az alapja az az, hogy legyen egy diskurzus. Az soha nem egy kiindulópont, pláne az élet nehéz nehezen megdolgozható ügyeiben, hogy bolykotáljuk egymást. Úgyhogy ebben az értelemben én, én, én nagyon örülök annak, hogy, hogy Főrabjúr erre vállalkoztál és azt kell, hogy mondjam, hogy személyesen is örülök, mert ezzel egy, tulajdonképpen egy kör személyesen az én részemről, hanem is bezárul, de esetleg újraindul, mert ezt talán a kedves hallgatóság nem tudja, hogy ugyanaz az elmúlt pár évben mi nem beszéltünk sokat, de volt egy év a közös életünkben, amikor hetente találkoztunk. Ez akkor volt, amikor én 11 éves voltam, a Robi pedig talán 22, 3, 4. Számom, fi, 1990 vagy 91. 26, és akkor a újpesti körzetben a Robi, mint fiatal rabbi, egy talmudtóra tanulást indított, és, és a számomra bizonyos értelemben ez volt az egyik első lépés a tanulási folyamatban, miért a mai napig nagyon hálás vagyok, úgyhogy köszönöm is, hogy, hogy ezt most így elmondhattam mindenki előtt, és ezt szerintem e, fontos, hogy mások is tudják. Ugye, ami a Mazihis emi konfliktust illeti, én e, egyetértek azzal, hogy valóban a bolykot az soha nem jó, különösen nem jó testvérek között. E, azt mindenki tudja, hogy minden konfliktus nehéz, de a családon belüli konfliktus mindig a legnehezebb, a testvérek közötti konfliktus mindig a legnehezebb. E, de mégis a zsidóságban nem véletlen, hogy a hérem, a közösség valamely tagjának kizárása az mindig az utolsó utáni lehetőség, és mindannyian tudjuk a zsidó közösség történelméből, hogy nagyon ritkák és mindig nagyon fájdalmasak azok az esetek, amikor ilyet a rabbik meg kellett, hogy hozzanak, és én nem gondolom, hogy bármilyen módon itt tartanánk. Nagyon sajnálom, hogy Heizler András végül is nem vállalta, hogy, hogy, hogy itt legyen és csak az, nem azért, mert ő most nincs itt, hanem csak azért, hogy a történet kerek legyen. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy 2014-ig az ő megválasztásáig, Mazsihisz elnöki megválasztásáig mi kifejezetten jóban voltunk, és mint a Mazsihisz egyik úgymond belső építő ellenzéke, nagyon fontosnak tartotta, hogy a Mazsihisz emik ellentét az a Mazsihisz részéről megszűnjön, és úgymond ezért dolgozott. Olyan ahogy hogy közösen hoztuk létre a tettésvédelem alapítványt, mint az a, a antiszemitizmus elleni küzdelem egyik szerintem bizonyította nagyon fontos um, instrum, in, 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 instrumját, vagy szervezetét. Segítsenek nekem, ha nem tudom. instrumentumát, köszönöm szépen. Hát, um, Más pedig um, amikor aztán elnöké választották, és ö, valamilyen gondom belső taktikai okokból ő, ő nagyon hangos emi ellenző, ellenző lett, akkor egy bizonyos ponton, ezt pontosan emlékszem, 2015 közepe tájékán, amikor mondjuk már egy fél éve ö, nem beszéltünk, és mondjuk, nem... nem nem, nem, úgy láttam, hogy nem jó ez a szituáció. És volt egy az amerikai nagykövetség által rendezett beszélgetés, ahol a zsidó szervezetek vezetői ott voltak. Akkor uh, utána kértem, hogy maradjon, hagyj beszéljünk még egy pár percet, és arra kértem, hogy András, kérem, hogyha bármilyen kritikai gondolatod, véleményed, meglátásod van, akkor azt beszéljük meg személyesen, vagy akár találkozzunk és beszéljünk rendszeresen, de nem jó az, hogyha vagy egyszerűen felfordítja a, 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 a nyilvánosságban betöltött szerintem közös szerepünket, az, hogyha ez, 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 ezek, a, a, ezek ezek amúgy a, a valóságnál szerintem lényegesen rosszabbnak bemutatott konfliktusok a nyilvánosságban jelennek meg. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült, és ez nyilván az én hibám is, nem sikerült elérnem, hogy, ez, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, a, ezt a, ennek a közös beszélgetésnek legyen maradandó, hatása és értelme. Bocsánat, erről a... rendben, csak miután megállapodtunk, hogy öt percig önök úgy beszélhetnek, hogy én nem kérdezem. A sok házáról még nem került sor. De mindjárt sor kerül, uva. csak, csak annyit szeretnék jaj. kérdezni, hogy van-e értelme abba belemenni, hogy ez a konfliktus az Emih és a mazsihiszt között uh, milyen fontosabb pontokon és miért kalálódott? Óhajtanak -e erről beszélni. Én nem erre készültem, Engem, be, hogyha, én de kész vagyok bármiről én beszélni. Én sem. Uh, érdemes erről beszélni, hogy sorsokháza. Kérdezem, kérdőn. Hát uh, uh, oké, okay. tehát érdemes, részint, részint, Érzek sorsok. már is egy belső vita szituációt. Én is a Ha szabadna nekem, mint érintett félnek közbeszólni, Érdemes lenne beszélni, ha én képviselném most a mazsihiszt. Rendben, akkor ezen túl vagyunk. Jó. Akkor viszont a Sorsokháza, ami miatt azért gyakorlatilag mindenki idejött. Az a kérdésem, és bocsánat, hogy akkor itt, itt most slomojé a szó, mert hogy mindaz, ami az utóbbi, nem tudom, szeptember 7-e óta történt, amikor sajtótájékoztatót tartottak, közös sajtótájékoztatót, Schmidt Máriával és a miniszterelnök hivatalt vezető miniszterrel. Azt szeretném tudni, hogy, hogy mindenki arra kíváncsi, aztán a részletkérdéseket külön-külön föltenném, hogy hol a program, mi a program. Az-e a program, amit tudunk, Schmidt Máriának a programja, az-e a kötelező teste, mert egyébként aki érdeklődik egy kicsit ez iránt a kérdés iránt, mivel a Magyar Narancs múlt heti száma az ön címlapfotójával jelent meg, a belső interjúból tudjuk, hogy az nem marad úgy, hogy csak amit a Schmidt Mária kitalált, hanem lesz annak előzménye is, és utóélete is, tehát, hogy önök hozzáteszik a magukért, de mi a helyzet ezzel? Jó, akkor ha, ha, akkor ha megengedi, és a kedves hallgatóság is hozzájárul, akkor ezt is hagy foglaljam össze egy négy-öt percben. Persze. És akkor engedjék meg, hogy egy kicsit távolabbról kezdjem, elmondjam azt, amit lehet, hogy a hallgatóság már részben hallott, és elnézést az ismétlésekért, de azért talán így teljes a kontextus. És egy, akkor egy, egy személyes történettel kezdeném, és egy személyes történettel fejezném is be. A személyes történettel kezdeném az az, amit ott is elmondtam, hogy amikor én először még egy, még miért arra rátérök, hogy először. Hát ez csak a családi hátteremről egy pár szót, hogy mégis ki vagyok én. Ugye tipikus pesti zsidó család, szekuláris zsidó család sarja, négy holokauszt túlélő nagyszülővel, olyan szülőkkel, akik mind a ketten 1948-ban születtek, és akik mind a ketten tizenéves korukig tulajdonképpen a tipikus szomszéd mondta meg, oknál fogva tudták csak meg egyáltalán, hogy zsidók. Az édesapám 40 éves volt, elmúlt, amikor először zsinagógában járt külföldön, egy külföldi utazás során. És én pedig 11-12-es voltam, amikor a saját elhatározásomból, az volt a rendszerváltozás idején, úgy döntöttem, hogy én szeretném ezt a saját gyökereimet jobban megismerni, így kerültem különben a, a, a Robinak a talmudtórájára, majd aztán rohamléptekkel 13 és fél évesen úgy döntöttem, hogy szeretnék külföldön tanulni egy esivában, és így lettem végül is rabbi. Most, amikor 11 2 éves voltam, akkor el, elmentünk Izraelbe, és elmentem a Yad múzeumba. Ez egy által szervezett gyerektábor volt, és amikor a végmentem a akkor az egy borzasztó ö, ö, katartikus élmény volt, és végig zokogtam az egészet, és, és a mai napig egy nagyon emlékezetes ö, for, fordulat volt az én személyes történetemben. Azóta nem voltam a semben, vagy talán egyszer. Most viszont tavasszal voltam a gimnáziumi osztályunkkal, a saját lányom is ott volt, aki most 15 éves, és arra számítottam, hogy ez egy hasonlóan katartikus élmény lesz, és azt kellett, hogy csalódottan és részben rácsodálkozva tapasztaljam, hogy nem volt az, és nemcsak, hogy nem volt az, hanem, hanem teljes érdektelenségbe fulladt. É, és látszott, hogy nem csak a kiáltás során, hanem a kiáltás után sem ez volt az a, az élmény, ami meghatározó volt a számukra. Más ö, programpontjai ennek az izraeli ö, iskolai útnak nagyon fontosak voltak, vagy arról sokat beszéltek a, a gyerekek, de erről nem. É, és akkor nyilván ez, ez összerakódik még sok más élménnyel, amit az ember megél, de azt mindenképp drámai volt megtapasztalom, hogy a saját, közösségünkben, és itt most nem az emi közösséget értem, hanem általában a, a, magyar zsidó közösséget is, egész másképp visszanyúlnak a negyedik generációs, pláne ötödik generációs túlélők ehhez a történethez, mint akár a harmad generációsok, mint jó magam. Most ehhez mind hozzáadódik az is, hogy amúgy az előbb említett tettésvédelem alapítvány jó volt, volt szerencsém az elmúlt évben több tucat Állami iskolában és egyházi, más egyházi iskolában is megfordulni, és, és a zsidóságról gimnazistáknak beszélni. És minden ilyen alkalom az egy, az egy döbbenet a számomra, hogy amellett, hogy mennyi szó esik a holokausztról a nyilvánosságban, főleg a politikai nyilvánosságban, hogy ez mennyire nem penetrál, hogy milyen hihetetlen a tudáshiány és az érdektelenség, a témával kapcsolatban, az, az mindenképp nagyon tanulságos. És ezért, hogy ezzel a személyes felütéssel kezdve, ha a Sorsok Háza koncepcióról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy nekünk, nekem személyesen, az Emiknek és mindenkinek, aki ebben a, a, a munkában részt akar és részt tud venni, három fontos feladatunk van. Az első fontos feladat az az, hogy mindenek előtt ö, azt a figyelmet képesek legyünk megadni ennek a témának, ennek a történetnek, amit ez a történet megérdemel össztársadalmi szinten. Nyilván a saját közösségünkben is, de össztársadalmi szinten. Ehhez az szükséges, hogy minden ide látogató ö, fiatal, de nyilván csak fiatal, de hát mégiscsak ők a következő, ők a jövő, az... Ö, kapjon egy lehetőséget egy érzelmi és személyes bevonódásra. Ez az első feladat. De itt semmiképp nem szabad megállni. A másik feladat az az, az hogy hogy amellett, hogy ezt az érzelmi bevonódást mondjuk el lehet érni egy személyes történet elmesélé, elbeszélésével, mint ahogyan például el lehet érni egy, egy megrázó holokauszt filmmel, mondjuk, mint a Saul fia, vagy a Zongorista, amellett tudjuk tovább csatornázni ezt a felkeltett érdeklődést és érzelmi bevonódást. Ez a tovább csatornázás pedig mindenképpen egy hiteles tovább csatornázás és egy hiteles kontextus legyen, és lehetőleg ne csak egy, hanem több rétegét is fel tudjuk fejteni ennek a képesek legyünk felfejteni az érdeklődő számára ennek a történetnek. És a harmadik pedig, hogy az a folyamat, amiben ez az egész múzeum vagy oktatási központ létrejön, az a keretek adottságaihoz mérten és lehetőségeihez mérten minél inkluzívabb legyen, és megadjuk a lehetőséget annak, hogy ne arról legyen csak szó, hogy létrejött egy koncepció, tessék, itt van, ha kell, jó, ha nem jó, akkor menjetek, hanem minél több olyan rétege a holokauszttal kapcsolatos Szenvedést, a holokausz szenvedés történetének eh, diskurzusának minél több rétege, amely nem, nem került kibeszélésre eh, ösztársadalmi szinten, annak megadjuk a lehetőséget arra, hogy, eh, hogy, hogy, kibeszélődjön minél több eh, résztvevő által. És akkor most térjünk rá konkrétan a, a, az első két pontra, aztán talán a harmadikra is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy legyen egy érzelmi bevonódás, akkor figyelembe véve azt, hogy egy olyan közegnek, egy olyan jelennek és jövőnek akarjuk ezt a történetet elmesélni, akiknek semmilyen személyes kötődésük ez a történethez nincsen, és akik nem csak a holokausz történetétől esnek borzasztó távol, már 80 évvel, hanem magától a kontextustól fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy háború, és mi az, hogy hála Istennek. És, és mi, 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 az, hogy, hogy jó kivetettség? Ezért, és mindehhez hozzájön még az is, hogy ez a nemzedék, ez a, az általános, és ezt most nem lekezelően mondom, mert természetesen nekem is ilyen részben ilyen korú gyerekeim vannak, de az általános figyelem képessége az lényegesen lerövid, lerövidült az elmúlt 15-20 évben. Ezért az szerintem egy, egy legitim megközelítés, hogy egy gyerek személyes története, tehát történetek elmesélése által teremtsük meg ezt az első, első kapcsolatot. Ugye egy gyereknek a története is képes lenne ezt a kapcsolatot megteremteni, de nyilván, mivel egy, egy, nincs sem, nagyon ritka az olyan személyes történet, amiben minden részlete a holokauszt pár éves történetének benne van, mondjuk vannak olyanok, akik egészen a deportálásig keveset éreztek a holokauszt készülő és folyamatában lévő eseményeiről. Vannak olyanok, akik már a szüleik révén a, a munkaszolgálatot megtapasztalták. Lehetnek olyanok, akik már a korábbi zsidó törvények kapcsán is konkrét emlékekkel rendelkeznek. Ezért akkor tud ez teljesebb lenni, hogyha nem egy történet, hanem sok elbeszélő, gyermekholokauszt túlélő elbeszélő által áll össze egy olyan személyes elbeszélés, és egy olyan személyes reláció, ami, ami ezt az első lépést meg tudja teremteni. Most tegyük fel, hogy valaki végig megy egy ilyen személyes utazáson, elbeszélésen, ami határozott időkeretek közé, közé van szorítva, mondjuk 40-50 perc, a kérdés az, és sikerült felkelteni az érdeklődését, akkor a kérdés az, az hogy hova lehet innen ezt tovább csatornázni. Mik azok a területek, mik azok a rétegei a holokausznak a nyilvánosságban nagyon gyakran, nagyon sematikus kontextusaihoz képest, amelyekről érdemes lenne beszélni, de, de kevés lehetőség nyílik rá. Én jó magam, és azokkal az emberekkel konzultálva, aki, aki, akinek a véleményére sokat adok, azt gondolom jelenleg, hogy itt öt réteg lehet. Öt olyan rétege van ennek a, a, az elbeszélésnek, ami, hogy öt olyan kontextus, amivel érdemes a történetnek a mélységét, ö, ö, a, a tovább lépés ö, 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 lehetőségét megadni. Mi ez az öt réteg? Fontos szerintem beszélni és a kontextus megteremteni az antiszemitizmus egyetemes történetének az elbeszélésével. Ugyanis a holokausztot és a holokauszt drámáját nem lehet kiemelni ebből a mondjuk cirka 3000 éves kontextusból. Fontos beszélni Magyarország történel, modernkori történelméről, és itt részben a modernkori történelm alatt, részben a kiegyezés utáni időszakra gondolok, de főleg a két világháború közötti horti korszakra. És hangsúlyosan arra, hogy Magyarország modernkori történelmében milyen módon és mennyire fontos szerepet játszott az idézőjelbetett kérdés, illetve az antiszemitizmus, mint politikai eszköz. A harmadik Terület, amiben nagyon fontos lenne a kontextust megteremteni, aminek érdemes lenne a kontextusát beemelni, az, az maga a, a, a zsidóság. Maga mi az, hogy zsidó? Ugyanis nagyon sokan hallanak arról, hogy holokauszt, a zsidóságról viszont csak a holokauszt kontextusában hallanak, nem tudják, hogy kik azok a zsidók, és rosszabb esetben a kurucinforról tudják, hogy kik azok a zsidók. Nagyon nehéz a holokauszról úgy beszélni, hogy nem mondjuk el, hogy mi az, hogy zsidó, vallási, kulturális, közösségi értelmben, történelmi és jelenkori értelmben egyaránt. Üm, tény, hogy a holokausz története nem egy zsidó ügy. Épp az lenne a cél, hogy ez ne egy belterjes zsidó ügy legyen. Maradjon. Üm, de, nem, de a zsidók mégiscsak a holokausz áldozatainak nagy többsége mégiscsak zsidó volt, és ezért a, a, a zsidóságot e, nem lehet elhallgatni ebből a, és nem is lehet szabad elhallgatni ebből a történetből. A negyedik kontextus az a sokat emlegetett ezer éves magyar zsidó együttélés, e, ami ugyan nem volt folytonos, de az a gazdag. E, kisebb-nagyobb kiangyásokkal, ezer éves közös történelem, aminek mind kulturális, mind építészeti, mind történelmi nyomai nagyon is felfedezhetők a magyar és a magyar zsidó kultúrában, az mindenképp fontos, és azért fontos, mert azt is fontos megértetni mindenkivel, hogy nem csak arról fontos beszélni, hogy mi az, hogy zsidóság, hanem arról is fontos beszélni, hogy a magyar zsidóság számára mit jelentett Magyarország és a magyarság. És az ötödik számomra a legfontosabb, és talán mint rabbi, a lelkek dolgaival foglalkozó ember számára a legfontosabb kontextus, az a, a Hanna Árenti vagy Kertész Imre féle értelemben a hétköznapi ember banalitásának, vagy a hétköznapi ember szenvedés történetének és morális dilemmáinak a kontextusa. Hogy itt mire gondolok? Arra gondolok, hogy a, a holokauszt az, az leginkább, mégiscsak személyes történetekből áll össze. És ezek a személyes történetek mind teli vannak olyan komplex, de mégis sokszor borzasztó egyszerű eh, morális dilemmákkal, ahol kiderül, hogy a gonosz az nem valamilyen eh, eh, bestiális sátáni, ravaszkígyó, uh, hanem egy borzasztóan egyszerű, és uh, már önmagában a felismerése is uh, nagy uh, bölcsességet és, uh, és, és, és bátorságot igénylő uh, valami. Ami elmondja azt is, hogy nem, nem csak az áldozatok részéről mennyi mennyire nem volt egyszerű ez a történet, hány és hány, E, e, morális és erkölcsi dilemmába kellett keresztül menniük, hanem a tettesek, és amúgy a, a, a tétlen, vagy több, többnyire e, sajnos tétlenül maradó többség számára milyen, milyen egyszerű emberi élethelyzetekben kellett e, a, a jót felismerniük és, és választaniuk. És ez talán azért a legfontosabb kontextus, mert számomra ez az, amiből az egyszerűen a hétköznapi ember, amelyek mindannyian vagyunk, a legtöbbet tud, a legtöbbet tud tanulni. És akkor most már jóval többet beszéltem, mint öt perc, de ez még egy dolgot engedjenek meg nekem, ez pedig az, hogy hogyan lehet, hogyan lehet mindezt a maximális inkluzivitással megtenni, hát úgy, hogy ebbe a kontextus teremtésbe, vagy ezeknek a, a kontextus rétegeknek a megteremtésébe Érdemes minél több olyan amúgy is már részben létező kezdeményezést becsatornázni, amelyek ezáltal intézményi kereteket és lehetőségeket kaphatnak. Miért ne beszélhetnénk például, vagy miért ne lehetne része ennek a kontextus teremtésnek mondjuk az, hogy a, a, a beszél, kezdjünk el beszélni a másodgenerációsok történeteiről? Volt egy pár évvel ezelőtt egy, egy nagyon aktív Facebook csoport, nagy figyelmet kapott, ahol 4-5 ezer ember vett részt, ahol másodgenerációsok mondták el a saját történetüket. Az, hogy milyen volt egy olyan tabusításban felnőni, vagy milyen volt felnőni egy olyan elhallgatott furdalással, amivel nagyon sok túlélőnek a, 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 a gyereke felnőtt, és ez hogyan hatott ki a a különböző életútválasztásokra. Miért ne lehetne beszélni, ha már mondjuk az ezer éves, vagy, vagy megteremteni annak a lehetőségét, ha már az ezer éves, úgymond ezer éves magyar-zsidó együttélésről beszélünk, hogy megteremtsük végre a magyar-zsidó közösség virtuális örökségtárát. Hogy mire gondolok? Hogy például gyakran beszélünk arról, hogy hogy van 1600 temető és még több száz építészeti örökség, ami a zsidósághoz kapcsolódik. Miért ne lehetne ezt egy tudástárba összegyűjteni? Miért ne lehetne azokat a, a magát a, 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 a túlélők és a... a a mártirok és amúgy az azt megelőző sok-sok nemzedéknek a személyes történeteit, ugyancsak személyes történeteit és adajtait egy tárázba összegyűjteni. Ezek mind-mind szerintem annak a függvénye, hogy képesek leszünk-e még ehhez hasonló sok más hasonló beszélgetésben részt venni, és képesek leszünk-e valamilyen konstruktív, építő folyamatot közösen létrehozni. Jó, Sorsokháza, bocsásson, meg mindjárt egy másodpercen visszaadom a szót, vagy átadom a szót a Sorsokháza programjával kapcsolatban, vagy a forgatókönyvével kapcsolatban. A kontextust értjük a konkrétumokra esetleg, ha kitérne? Hát azért nem tudok kitérni a konkrétumokra, mert nagyjából ennyi konkrétum van jelenleg. Ugye van de egy... Ez a konkrétum, bocsánat, nagyon nehezen értelmezhető, mert hogy... Hát uh, amit eddig nem tudunk. nem De, 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 de. de. A, tudunk, tudunk valamit, ami, amit a schmidt Mária féle koncepcióról tudjuk. Azt ugye nem kell elmondanom most, mert azt itt mindenki tudja jobban, mint én. Uh, ahhoz képest ön egy nagyon színes és széles uh, spektrumot, bocsátott itt rendelkezésünkre, de igazából azt nem tudom, hogy a konkrét történelem értelmezése az eltére attól, amit meg lehetett tudni eddig a Schmidt Máriát jékétól, vagy sem. Ezt muszáj volt megkérdeznem, mert egyébként nekem itt letépik a fejem. ugye az, ami, amit eddig a, ami eddig a nyilvánosságban uh, megjelent, és, és, és um, tudni vélünk, amit, tehát nem, amit, nem, nem, ami, konkrét? nem, 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 amit konkrét? én is tudok, amiről sok szó esett, hogy egy, egy gyermektúlélők által elbeszélt um, um, 1930-tól, 1948-os 1938-tól 1948-ig, ez valóban és, és az ehhez kapcsolódó, mondjuk 70-80 személyes ö, ö, interjú felvétel, ez valóban egy létező koncepció. Kötelező alap önöknek? De én, én nem gondolom, hogy bármi kötelező lenne, de nem gondolom azt sem, hogy ez egy, sőt kifejezetten azt gondolom, ahogy azt az előbbi hosszú expozéban elmondtam, hogy ez egy jó lehetőség, ezt nyilván ugyancsak be kell fejezni, de ez egy jó lehetőség arra, hogy az első lépés az állandó kiállítás létrejötté, az állandó kiállítás szemüvegén keresztül az első lépés az érzelmi bevonódásra létrejön. De semmiképp nem gondolom azt, hogy ez elég lenne, mert ennek kell adni, én nem a színes szót használnám itt, hanem a, egy, a mélységet. Kell, kell, kell adni egy, a mélységet a Sorsok háza az nem egy hagyományos értelmevet múzeum. Ugye, a Sorsok házát szerintem tekintetjük inkább egy oktatási központnak, amit csak hogy akkor értsük a, a, a méreteket. Tehát ugye nagyjából egy 8-9 ezer négyzetméteres épületkomplexum, amiből az állandó kiállítás, tehát amit az előbb elmondottakban az első lépés, de csak egy, az 2000 négyzetmétert foglal el. Én azt gondolom, hogy itt van bőven hely arra, a, akár ö, ö, további ö, ö, állandó vagy ö, időszaki ö, kiállítások létrehozatalával, vagy, és ö, az oktatási ö, központ ö, keretei belül, hogy, 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 hogy ez a kép ez, ez több legyen egy gyerek elbeszélésnél, azokkal a rétegekkel kiegészítve, amiket én most itt elmondtam, vagy akár másokkal Parancsoljon, és bocsánat, hogy az előbb itt közbeléptem. Csak akkor épp eszembe volt valami. Először elnézést kérek mindenkit, hogy megszóltak a jó múltkorába hogy üvegből iszom, ebből csak így lehet inni. Köszönöm szépen. Szóval Sorsokháza kapcsán fölhívnám a figyelmet egy nagyon fontos szóra, amit elhangzott a Katitól, és a, a Slomo nem reagálta le. Hogy forgatókönyv. Hogy forgatókönyv végig koncepcióról beszélünk, a Sorsok háza leendő koncepciójáról, vagy jelenlegi koncepciójáról, és nem beszélünk a forgatókönyvről. Nem magamtól vagyok ilyen okos, én kértem személyes és telefonos valamint írásbeli segítséget nagyon sok mindenkitől. Többek közt, aki nincs itt, Heizler Andrástól kaptam segítséget, de kaptam segítséget Karsai Lászlótól, Gábor Györgytől, Németh Tamástól, akit ezután egyébként köszönöm szépen. A forgatókönyv, és visszatérve a dologra, a forgatókönyv nagyon fontos dolog. Mert hogy a koncepció, amit a Slomo elmondott, az gyönyörű szép. De a koncepció egy gumi. Így húzom, úgy húzom, amúgy tolom. koncepcióban nagyon sok minden belefér. És úgy értelmezem, ahogy akarom. A forgatókönyv viszont konkrét. Élek azzal a példával, amit Heisler elnök úrtól kaptam koncepció, nagy fehér fal, két diktatúra szimbóluma, egymás mellett vörös csillag, forog kereszt. Tökéletes, igaz? Forgatókönyv, az már leírja, hogy hol, milyen színű, mekkora, hogy helyezkedik el. Tíz méteres vörös csillag, és lent a bal alsó sarokban egy 10 centis horog kereszt, közvetlenül a konektor mellett. Tehát ezért fontos a forgatókönyv. És erről keveset hallottunk, sőt, ső, ha jól emlékszem, semmit. E, forgatókönyv, tudik, az magyarázza el az egészet, az mutatja meg az egészet. Abból lehet kiértelmezni, kihüvelyezni, kitalálni, látni, hogy egyáltalán miről lesz szó. Ez csak egy zárójel. Nagyon sok mindent írtam én föl, itt miközben a slomo beszélt. Te ezt lenyilatkoztad, talán a Magyar Hírlaban ezt a, a gyerek sorsokon keresztül itt. és az első gondoltam az volt, hogy ez nagyon jó. Aztán a másik gondoltam az volt, hogy ez annyira nem jó. A gyerek, kutya és gyerek a színpadon biztos siker. Tehát ez egy, ez egy régi igazság. A gyerek sorsok mindig megrázóak. És a gyerek sorsokon keresztül az ember valóban át tudja érezni, én magam is, amikor a jervasemet végigjártam, egy kemény fiúnak tartom magam, egy helyen sírtam el magam, amikor a járthely életbe bementem és kijöttem, az, az valami hihetetlen megrendítő. Hát ha valaki nem tudja, a járva semben van egy gyerek ö, emlékhely, ahol az ember bemegy, tök sötét van, semmit nem látunk, egy vagy két vagy három gyertya ég, és tükrökkel úgy oldották meg, hogy a sötétben milliárdnyi csillagként látszik és végtelenített szalagról megy, hogy Kon Samu három éves, Krausz Izidor 18 éves, valami hihetetlen megrázó. Tehát ez, egy, első blikre egy jó gondolatnak tűnt. Második blikre azonban az ember jobban megnézi. Kiindulva akár önmagunkból, a gyerek emlékezete, főleg speciális körülmények között nem megbízható. A gyerek emléke, amire visszaemlékszik, nem biztos, hogy ez a saját emléke. És ezt minden rossz indulat nélkül mondom. Ö, ha te hoztad a személyes életedet, engedtessék meg nekem is. Az anyám mesélt a Strasshofi élményeiről, három éves volt Strasshofban. Hát nem valószínű, hogy amit ő elmesélt, arra emlékezett. Azt neki elmondta a nagyanyám, hogy a kislány, amikor Strasshofban voltunk, akkor ez meg az meg amaz volt. Tehát a gyerek emléke nem biztos, hogy szükségszerűen a saját emléke. Az orális history egy nagyon fontos dolog, ebben egyetértünk. A szemtanúk, amíg élő tanúknak a vallomása pótolhatatlan kincs, ebben is egyetértünk. Amiben nem értünk egyet, az az előbb idézett vörös csillagos ezt a spektus. Nagyon nem mindegy tudni, hogy amikor az orális history tanúkat én egymás mellé teszem, hogy tessék, ezt mondta a Zálik, aki volt 6 éves, ezt mondta a Samuk, aki volt 10 éves, abból kirajzolódik egy kép. Ja, mi lehetett nagy általanságban? Egy. Az a gyerek végig bujkálta a háborút, segítették, bújtatták, ez az egyik lehetőség, így élhette túl. Másik lehetőség, elvitték valamelyik táborba, lásd az előbb idézett anyámat Szerencséje volt és túlélte. Harmadik lehetőség, valahogy a gettóban bekerült, ott ragadt, túlélte. Ugye nagyjából ez a három ö, megmenekülési mód lehet. Most nagyon nem mindegy, szerintem. Nagyon nem mindegy, hogy az 50 gyerekből 40 azt mondja, hogy kiremegem elbújtattak, Öt azt mondja, hogy nekem szerencsém volt, és öt azt mondja, hogy végig szenvedtem a gettót. Mert annak, aki úgy megy be, ahogy te mondtad, hogy semmit nem tud az egészről, annak az fog kijönni, hogy kérem szépen, az esetek nagy többségében bújtatták a gyerekeket, az esetek nagy többségében segítettek a zsidóknak, és ezt tudjuk, hogy nem igaz. Tényszerűen nem igaz. Sajnos a többségi társadalomban nem volt egy szignifikáns kisebbség sem az embermentő. És félreértések elkerülése véget. Amikor jön hozzánk egy vendég a Dohány templomban, valami extrább, hogy azt mindig körbevisszük. És hátul a Dohány templom, hát a mögött ott van a fűzfagonom, mindenki ismeri, vagy látta már, de azt már kevesebben tudják, hogy a fűszfa mögött ott van a kis igazak ligeténk. Oda föl vannak írva azok a nevek, akik Jádva sem kitüntetettek. Hasidum a világ jámborai. Vannak nagy nevek, és amire én, én személy szerint sokkal büszkébb vagyok, négy nagy vörös oszlopon vannak nevek, a szomszédok, a bolt tulajdonosok, a munkaadók, a munkavállalók, akik tényleg bújtattak. Na most az egész oszlop sorban van, hát sokat mondta 300 vagy 400 név. Ami a mi szempontunkból, hogy 3-400 olyan ember, akiknek még az utódaink élnek, hálásak lesznek. És mindig azt mondom a, a vendégeknek, akiket odaviszünk, hogy mi zsidók emlékezünk. És hogy mennyire fontos a pontos emlékezés. Erre utaltunk mi annak a, a, a kis cikkünkben, amit elkövettünk, hogy a pontos emlékezésnek óriási szerepe van. Mi emlékezünk a bűnökre és a bűnösökre. Akik, és amit elkövettek ellenünk. És soha nem felejtjük el a barátainkat sem, akik megfogták a kezünket, és segítettek nekünk. Ezért vannak ott azok a nevek. Tehát azt gondolom én, hogy egy oral is akkor lesz történetileg hiteles, ha nem aránytéveszt. Mert ha aránytéveszt, akkor bizony a történelmet nem hülyen bizonyos fokig elférítve fogja bemutatni. Óckorom a történelem a tört... hamisítás. Igen, instrumentum. Történelem hamisítás szótól, mert nem szeretem a, az aktív, negatív jelzőket. Aztán mit írtam még föl? Ja, igen. Szóval, amit te itt fölvázoltál az előbb, mint koncepció, Bocsánat, ez a megelőlegezett bizalmatlanság, ez egyébként Schmidt Mária vagy az ő intézetének a koncepciója alapul? A terrorházán alapul. Magán a terrorházán? A terrorházán alapul. Mm -hmm. Az, hogy konkrétan hogyan szeretnék a házát megcsinálni azzal kapcsolatban, nincsenek fenntartásai? Na, már hogy ki, hogy szeretnének csinálni a Sorsok házát? Hát, az amit aranyra... erről lehet tudni, nem nem arról, amit a Köves rabi az e imént elmondott, hanem amit eddig olvastunk arról, hogy mi jön létre ott. Addig a, a, Az a koncepció, ami ellen egyébként a Jadvasem szakértő, a, az amerikai holokauszt szakértő és még jó néhány külföldi szakértő Hát Isten látja, el, hogy nem akartam a sütmáriázni, tehát kénytelen vagyok, aki szedi belőlem. Uh, Schmidt Mária személye, és megint csak a magánvéleményemen túlmenően, Heizler úr szíves közlése, Schmidt Mária személye nem, nagyon finoman fogalmazok, nem garancia arra, hogy a Sorsok háza a holokauszt történetét hitelesen mutassa be. Utalunk itt, Utalok itt arra, hogy 1999-ben mondta, már nem emlékszem pontosan, de akarjátok, megkeresem szóval valahol az anyagban, mondta egy konferencián, hogy hát tulajdonképpen a holokauszt, ez a második világháborús egy marginális kérdése volt, egyetlen hadviselőfél programjában sem szerepelt. Hát cáfolja meg, Karsai professzor úr, ha, ha tévedek, de ez tényszerűen nem igaz. Schmidt Mária történelem felfogásában a Horti Magyarország áldozat, és mit történelem felfogásában? amit mond, és hogy megnyilatkozik, mi abból ítélünk, én legalábbis abból, hiszen nem ismerem, életemben nem találkoztam vele egy percre sem, de amit ő mond, ő igyekszik a Horthy féle Magyarország, a Horti Magyarország felelősségét áttolni a náci Németországra. Ami megint csak tényszerűen nem igaz, a Horti adminisztrációnak a holokauszban és a holokauszt előkészítésében, hozzáteszem is itt a következő pont, amiben én mély tisztelettel vitatkoznék Slomóval, a holokausz adminisztratív előkészítésében igen komoly szerepe van. Ugye Slomó azzal kezdte, hogy 38-tól 48-ig tartana a sorsok háza. Mert hogy 38, mindenki tudja, első zsidó törvény. Ami a második zsidó törvény, talán a Kovács M. Máriának olvastam egy dolgozatát, abban mondja, hogy Horti többször is úgy hivatkozott az első zsidó törvényre, hogy az a második zsidó törvény, mert hogy az első, ugye a 920-as numerus clausus, ami tényszerűen a törvény főszövegben nem nevesíti a zsidókat, de a másnap kiadott végrehajtási rendeletben már igen, és ami a kifejezett aljassága ennek a végrehajtási rendeletnek, hogy a zsidókat, a magyarországi zsidókat felekezett helyett már nemzetiségként suvasztja be a végrehajtási rendeletbe, az akkor elismert hat másik nemzetiség mellett. Mindezt a törvényben nem. A törvény, a törvény végrehajtási Azt rendeletében, a végrehajtási ami a végrehajtási ugyanolyan erővel bír, igen. mint a törvény. Sőt, Köszönöm. Sőt, úgyhogy én azt gondolom, hogy 38-al kezdeni, az gyakorlatilag az 1920 és 38 közötti adminisztratív előkészítés teljes fölmentése. Ha valaki ne azt mondják, hogy jó, hát kell numerus klausus, 28-ban visszavonták, 28-ban visszavonták, de bizonyos kvóta életben maradt, Karsé professzor úr szíves közlése. bizonyos kvóták különböző foglalkozási ágakban életben maradtak, a zsidók ugyanúgy valóban jog korlátozottak voltak. Akkor még nem voltak jogfosztottak. Itt egy szakályúra lenne némi vitám. Tehát a 20-tól 38-ig terjedő időszak az igenis megágyazott a holokausznak Legalábbis a holokauszthoz vezető rendeleteknek. És még egy nagyon fontos dolgot azért hadd mondjak el erről az egészről, hogy a különböző törvények, rendeletek hogy és miként alakították ezt az egész holokauszthoz vezető utat. A magyarországi zsidók arról voltak mindig híresek, hogy ők magyarok, jogkövetőek, és ha jogkövetőek, akkor nem lehet semmi bajuk, hiszen ők magyarok. Ergo a törvényeket igyekeztek a maximális pontossággal betartani. Nyugodjon békében, nagyanyám mondta, hogy amikor le kellett tartni a biciklit, bevitte a biciklit, és akkor meg volt győződve róla, hogy soha semmi bajja nem lehet, mert beadta a biciklit. A rendeleti úton történő jogkorlátozás, majd jogfosztás elvezetett oda, hogy a magyarországi zsidók is bőrödjükkel felszálltak az auschwitz gyorsra. Ugye tudjuk, Királyhegyi azért jött haza, hogy lenek és az utolsó auschwitz gyorsot. A rendeletek ágyaztak meg a törvénytisztelő zsidóknak. Az egész, egy nagyon durva példa a fővő béka, hölgyeim és uraim, a fővő béka. Ugye tudjuk, ha a békát belüljük a forró vízbe, azonnal kiugrik. Ha szépen lassan melegíted alatt a vizet, meg tudod főzni mert mindig próbál aklimatizálódni a környezetéhez. Hát ez volt a zsidók, és addig melegítették alattuk a vizet, amíg bele nem főttek az egészbe. Úgyhogy miért tisztettel? Én a 38-as kezdőpontot igen késeinek tartom. A 48-at több szempontból is értem. Több szempontból is értem. A elnézést, annyit beszél a slum, hogy kiszert szám. <gül> <gül> A, az én optimista értelmezésem, mert alapvetően egy jó indulatú ember vagyok, az optimista értelmezés a jó Izrael megalakulása. Ami viszont a magyarországi holokauszt kérdésében, vagy tekintetében, hát azt az gondolom, hogy irreleváns. ugyanakkor, hát mint tudjuk, 48 a, a, stalinista rezsim kezdete, és visszautalva a Schmidt-Máriai történelmi értelmezésre, Innentől kezdve nem tudom, jó indulattal szemlélni a 48-as végpontot sem. Lásd, sorsok háza, egy nehány terem nácizmus, és nagyon sok terem kommunizmus. Vagy terrorháza, terrorháza, bocsánat, igen, terrorháza. Tehát azt gondolom, hogy az arányokat itt is meg kéne tartani. Mondjuk a 48-at, azt nem tartom egyébként annyira neuralgikus végpontnak, bár amit sugal, mondom, az az túlzottan nekem nem tetszik, mert összemossa a, a két rendszert, aminek én sose voltam nagy híve, de sőt, de azt még könnyebben ö, meg tudom fogni, mint a, a 38-as kezdést. Hát egyelőre ennyi. Azt szeretném mondani, hogy most tudom, hogy egy ugyanilyen hosszú futam következik, csak azt kérem, hogy a az eleje, az legyen gyorsan elintézve azzal, hogyha én jól értettem az ön eddigi nyilatkozatait, hogy a 38-as kezdet az nem 38-as kezdet a maguk értelmezésében. Jól olvastam én ezt a narancsban, hogy maga azt mondja, hogy van egy adott része a kiállításnak, amit örökölt, vagy a koncepciónak, és van ehhez a maguk hozzáadott értéke, hogy az egyszerűség kedvéért így beszéljek, ami visszamegy mondjuk minimum húszig. Jó, hát akkor uh, igyekszem természetesen gyorsan, de azért csak uh, uh, értelmes uh, összet... De! Nem tudok gyorsan és hangosan beszélni, de akkor... Akkor, akkor hangosan beszéljen. Tehát uh, hagyj hagy, uh, reflektáljak akkor egy pár dologra. Ugye az, hogy a, a, a egy gyermek emlékezése, a visszaemlékezése az nem lehet <coughs> nem pontos. biztos, hogy pontos, vagy teljes, vagy Na, nem eh, szükségszerűen. Nem szükségszerűen, köszönöm. Eh, nem szükségszerűen teljes, vagy pontos. Eh, Ez ténykérdés amúgy ahogy bármilyen eh, személyes visszaemlékezés nem feltétlenül eh, eh, pontos, mert mindig beleviszi a, az adott személy percepcióját. Eh, ugyanakkor egy gyermek visszaemlékezése pontosan azért, mert a percepciója sokkal egyszerűbb és emberibb, sokkal több érzelemmel telített. És éppen ezért ugyanúgy, mint ahogy senki nem gondolja azt például, hogyha elolvas, elolvas a Kertész Imre Sorstanság című könyvét, akkor mindent megtolta a holokauszról, de az például mindenképp egy fontos első lépés lehet ahhoz, hogy átérezze a történetnek a drámaiságát, ahhoz, hogy Megpróbáljon megtudni minél többet a holokausztról. Ugyanígy az én értelmezésemben az, hogy a háza állandó kiállításának, a, amit az előbb ugye hangsúlyoztam, hogy ez nagyjából a 20%-a, 25%-a teljes ö, 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 intézménynek, az ö, ezt az eszközt választja, az hangsúlyosan egy első lépéshez jó, nem ahhoz, hogy ennyi volt. Nyilvánvalóan magukban a visszaemlékezésekben is ö, ö, fontos az, hogy ne csak hit, egy hiteles történetet lásson és halljon a, a látogató, hanem az is, hogy, ö, hogy, ö, hogy ez a most szinonimában mondtam volna ugyanezt a mondatot. Tehát azt kétségtelenül a legfontosabb, hogy ez az érzelmi bevonódás úgy jön létre, hogy egy, azért egy hiteles történet álljon össze egy gyerek sorsról, és ez a történet ne arról szóljon, hogy mindenki ö, ö, mindenki ö, embereket mentett. Hozzátéve, és ezt most nem csak az állandó kiállítással kapcsolatban mondom, hanem az egész intézménnyel, hogy az embermentésnek mentésnek a, a, a témája az megkerülhetetlen nem véletlen, hogy maga a sem is már, a nev, már, az elnevezésében is erre utal. És itt szerintem nyilván a megvoltak a maga szempontjai, de itt ezt az embermentés kérdését érdemes bővíteni úgy, hogy az ne legyen leszűkítve a hangsúlyosan nem zsidó származású embermentőkre. Tehát az embermentés témája megkerülhetetlen, és azért megkerülhetetlen, mert egy ember, az embermentés témájának a, a felvetésével, vagy ö, személyes közelhozatalával, az is kiderül, hogy mennyire komplex, és közben pedig mennyire hétköznapi és egyszerű emberek által hozott komplex ö, morális ö, döntéseket kellett ö, ö, meghozniuk. Mennyire, mennyire nem volt egyszerű cselekedni. Nem csak nem volt egyszerű cselekedni, hanem nem volt egyszerű fölismerni a cselekvés óráját, vagy a személyes felelősségnek a, 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 a kérdését. Ugye van egy történet, és ezt most lehet, hogy az itt ülők közül valaki visza, visza tudja idézni a pontos nevet. A járdvasemnek az egyik nagy támogatója, aki maga is egy gyerek túlélő, azt hiszem, hogy lengyel származású, akit hat éven keresztül bújtattak, majd amikor Amerikába emigrált, akkor ott 60-70-es években egy nagyon sikeres vállalkozó lett, és azt hiszem, hogy arról a lengyel településről nevezte el a, 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 a cégét, ahonnan ő származott. És amikor megtalálták azt a családot, aki bújtatta 30-40 évvel a történtek után, akkor készítettek erről a nagy találkozásról egy, egy ö, filmet, és ott megkérdezik a ezt a túlélőt, hogyha ő lett volna az ő helyzetükben, akkor ő, ő is embert mentett volna? És megállt egy pillanatra, és azt mondta, hogy nem. És ez egy nagyon megrázó, ez pár éve ezelőtt láttam, nagyon megrázó pillanat, mert visszatérve az előbb mondottakra bemutatja, hogy ez mennyire nem volt magától értetődő, és ez nyilván az embernek, amikor ezt a személyes életére lefordítja, hasonló, vagy ennél általában hál' Isten, kisebb kontextusokra, akkor nagyon tanulságos. Ugye az 1938-as kezdése ennek a állandó kiállításnak, én azt gondolom, hogy nem csak a, a vagy nem felt, elsősorban a második zsidó törvényhez datállandó, vagy datállatlan, egyszerűen azért, mert ez egy gyermekek által elmondott elbeszélés, akik ebben az időben 5-10-15 évesek voltak, nekik valószínűleg kevesebb, egész biztosan kevesebb emlékük van, közvetlen emlékük van a Klauszról, különben nem láttam a teljes, azt hiszem, 50 órányi anyagot, de azt a, összeállítást, egy összeállítást, egy két órás összeállítást láttam belőle, és ott említés van erről is. Tehát valaki elmond, elmond egy családi történetet, ami, am, aminek része a numerus clausus, és természetesen, ahogy az előbb mondtam, éppen ezért fontos, egy fontos, nagyon fontos rétege a történetnek, a horti rendszer felelőssége, amihez nem férhet kétség, és én itt nem csak arra gondolok, amit, amit mondasz, Robi, hogy, a, hogy, nyilvánvalóan a, a magyar zsidók rekord sebességű 60 nap alatt történt deportálása az nem történhetett volna meg az állami intézményrendszer aktív részvétele és felkészülése nélkül, hanem maga az egész társadalmi tudat és a társadalmi közhangulat sem juthatott volna valószínűleg olyan morális állapotba, hogy ez egyáltalán megtörténhessen, hogyha az antiszemitizmus nem olyan szinten aktív része a magyar közpolitikának az első világháború utántól, mint ahogy az része volt. Tehát ehhez a történethez, történetek ezer rétegéhez nem fűződik, szerintem, semmifajta kétség. És az egész biztos, hogy enélkül a történetnek eme -e rétege, rétegének a bemutatása és elbeszélése nélkül nem tud egy semmilyen holokauszt központ vagy holokauszt múzeum hiteles, hiteles lenni. És az, hogy ez mennyire borzasztó az a... Az a, és, és mennyire, megint visszatérve a hétköznapi emberi történetekhez, mennyire ö, ö, borzasztó a holokausz tragédiája nem csak a fizikai pusztulás miatt, hanem a mérhetetlen csalódás ö, érzése miatt, amit a magyar zsidóság megélt a kiegyezés utáni ö, fénykorszak ö, után, azt például jól jellemzi biztos mindannyiunknak, vannak ilyen személyes történeti. Nekem, nekem a, az én személyes történetem, amit a négy nagymamám e, mesélt, e, az az ő férjéről szólt, Rónai Sámú erről, aki e, Erdély ügyvéd volt, és amikor e, amikor e, Trianon után e, Erdélyt elcsatolták Magyarországról, akkor ő elvesztette az egzisztenciáját, mert annyira büszke magyar volt, hogy nem volt hajlandó felesküdni e, a román alkotmányra gondolom, vagy a, 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 mint, mint, ügyvéd, és, ö, ö, és ezek után, ö, amikor aztán a második Bécsi döntéssel ö, Erdély egy része visszalett Magyarországhoz, akkor örömmel és kis magyar zászlókkal ö, fogadta az érkező ö, hadsereget, és aztán ez az államaparátus volt az, aki ö, három évvel később, ö, két évvel később az auschwitz vonatra segítette. Ez, ez a történet több, több annál, és pontosan emiatt több annál a személyes szinten is, mint, mint, mint hogy a fizikai, a mérhetetlen fizikai szenvedés és pusztulás, hanem ezek azok a lelki rétegei a történetnek, amik átadódnak két vagy három nemzedéken keresztül is. És ezért annyira kényes, a magyar zsidóság arra, hogy az állam felelősségét azt megfelelő módon kezeljék, nem? Ez, ez, ez szerintem nem kérdés. Ez nem lehet kérdés, amit mondasz, Katalin. Igen, csak közben meg a. És de mindeközben egy fél, egy fél mondattal arra kérlem, hogy reagáljon, hogy, hogy azok, akik mostanáig benne, mostanáig hát már rég kiszálltak a kuratóriumából a sorsok házának, azok a nemzetközi szakértők, holokauszt szakértők, azoknak a szempontrendszere az vajon mennyiben érvényesül majd, amikor új életre kell a Sorsok házának a koncepciója. Ahogy ezt a felvezetőben mondtam, én abban látom személyesen is, meg a közösségem révén is a, a, az elsődleges feladatot, hogy abba az alkotó munkába, és akkor itt visszatérnék az általam, tehát forgatókönyv, nem forgatókönyv kérdésre, nem adtam választ. Tehát arra abba az alkotó munkával, ami most indul el tulajdonképpen, minél több mindenkit be tudjunk vonni. Most én erre erről az alkotó munkáról, reményeim szerint alkotó ért tudok felelősséget vállalni. ami pedig a forgatókönyv, nem forgatókönyv kérdését illeti, ez nem, nem ez nem, ehhez nem fér kétség, amit mondasz. Hát nyilván egy, egy, ilyen történet elbeszélésében a szimbólumok elhelyezése is borzasztó fontos kérdés, és minden, minden berendezési tárgy nagyon fontos. De egyszerűen nem tartunk itt. Tehát nem arról van szó, hogy van valamilyen rejtett ö, 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 centiméterről centiméterre ö, 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 megszabott ö, forgatókönyv, amire rá kell nyomni a Hersert, a kósersági pecsétet, hanem arról van szó a dolgok jelenállásában, hogy van egy elképzelés, egy koncepció nagyjából abban a formában nyilván kiegészülve ö, azokkal a... Ö, ö, személyes interjúanyagokkal, és akár azzal, hogy mondjuk a, a, a történet elbeszélés folyama az, hogyan haladjon a, az adott építészeti keretek és kubatúra figyelembevételével. De azért a, az, a, ez a dolog akkor tud hiteles és sikeres lenni, hogyha itt egy olyan alkotó munka tud megindulni, amiben valóban ö, minél többen részt, vennek, részt vesznek, és itt én a saját személyes szerepemet és a közösségem, Személy szerepét abban látom, hogy ehhez az alkotó munkához megteremtsük a platformon. Megfelelő nyitottsággal próbálnak közelíteni ez? most rágyújtok. Már, már mi? Megfelelő nyitottsággal közelítenek -e ehhez, ezen azt értem, hogy például a mazsihisz által, hogy mondjam, szaktekintének tartott embereknek van-e ebben lehetőségük? Majd. Vagy lesz-e? Nem most én... van e hanem majd, amikor eljön az idő, lesz-e lehetősége berészni? <sínt> -e. Maximálisan. És én ezt a, erről a nyitottságról többször tettem, Azt nyilván... Halk moraj én... van. Nem tudom, hallja-e. Mert nyilván majd a kérdéseknél elmondják, hogy mire utalnak. Magadó én ugye... Én nyilván azt meg tudom tenni, hogy ezt a... Um, hogy mondjam... A ezt az ajtót kinyitom, az, hogy ha vannak olyanok, akik ezt zsigerből elutasítják, és mondjuk még egy ilyen beszélgetésre se jönnek el, és a nyilvánosságban engem történelmi hamisítással vagy árulással vádolnak, annak a, a, az érzelmei, amögött a levő érzelmeket talán meg tudom érteni, nem nagyon, de talán meg tudom érteni, de az nyilván az ő felelősségük, tehát azért nem tudok, helyettük én nem tudok magammal beszélgetni. Álmomban két macska voltam. Én visszautalnék arra, amit a Sorsok házáról észszerűen mondtál. Történelmi pillanat, hölgyeim és uraim, egyetértek kövesló A hortikorszak korszak felelősségét illetően, uh -huh. hogy ezt igenis megfelelő módon, hitelesen, amire, hát sajnos Schmidt Mária nem garancia, hitelesen be lehessen mutatni, és be kell mutatni, ebben tökéletesen egyetértünk. Ugye a 38 és 48 közötti időszakban férlesek elkülése véget nem csak Auschwitz volt benne. Benne volt a munkaszolgálat, ha jól emlékszem, benne volt a zsidók teljes jogfosztása. A gyerekre mondjuk annyi, hogy a, a Öt éves, nyolc éves gyerek arra emlékezni fog, hogy voltak egy kedvenc babája, és azt, azt nem tudta magával vinni. Arra nem fog emlékezni, hogy a papának volt egy állása, amit elvettek tőle, amiből kirúgták, hogy a papának elvették a megélhetését, stb. Miközben... Mi, miért feltételezett, hogy erre nem fog emlékezni? Mert egy gyerek. Mert, mert én is a gyerekeimből indulok ki, ahol nyilván és te is a saját gyerekeidből indulsz ki. A gyerek, gyerek volt 1944-ben is, és gyerek 1990-ben is, és gyerek 2019-ben is. A gyerek ugyanúgy működik, ahogy az ember ugyanúgy működik évezredek óta. Hát nézd végig a történelmen, elvére, te is történelemből phd mint én. Nézd végig a történelmen, az ember nem változik. A társadalom sem változik. De például, hadd mondjam én végig, jó? van tudom, meg ilyesmi. Nekem is volt. Te azt mondtad, volt, hogy kb. 2000 négyzetméter az állandó kiállítás tere. Én meghallgattam a, Gerő Andrást az ATV-ben, 1000 négyzetmétert mondott. Azt most a fele vagy duplája, az szignifikáns különbség. 1000 négyzetméter egyébként baromi kevés hozzáteszem. Ez nem tudom, hány nézetméter lehet ez a, a terem, de mondjuk nagyjából 8-szor annyi, mint ez. Az egy olyan ívű koncepcióz, amit te fölvázoltál, 1000 négyzetméter baromi kevés, 2000 négyzetméter hát talán. Ö, az érzelmi megítélés. Elnézést kérek, most én leszek egy kicsit hosszabb, ha unják, akkor üljenek le. Ö, idéznék. Végül, de nem utolsó sorban. A tervezett múzeum oktatási megközelítése szándékosan és szinte kizárólagosan az ifjú látogatók érzelmeire akar hatni, a tényleges történelmi eseményeket háttérbe szorítva. A jádva sem komoly és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az ilyesfajta megközelítés világszerte elfogadhatatlan, és ténylegesen kompromittálja a magyarországi holokausztoktatás integritását és hatékonyságát. Egyszerűen fogalmazva, a koncepció nem jelent megfelelő eszközt arra, hogy értelmesen kifejtsen nem csak azt, hogy mi történt a magyar zsidó gyerekek, gyerekekkel a holokausz idején, de azt sem, hogy miért és hogyan történt mindez. A tervezett múzeum okozhat némi érzelmi hatást a látogatóknak, de semmit sem fog segíteni a fiataloknak abban, hogy megértsék azokat a komoly okokat és eseményeket, amelyek egyrészt a magyar zsidó gyerekek és általában a magyar zsidók döntő többségének a pusztulásához vezettek, és hogy megértsék, hogy Magyarországban a borzalmas folyamatban milyen szerepet játszott. A írás megjelent a Times of Israelben, az írás szerzőre, szerzője, dr. Robert Rosett, a Jadvasem Könyvtárának igazgatója, a Jadvasem Nemzetközi Holokauszt Kutatóközpontnak az egyik vezető történésze. Tehát nem én mondom, ezt ő írja, én maximum egyet tudok vele érteni. Ö, embermentés, igen, mint szignifikáns pontja a dolognak, hogy bővíteni kell, valóban bővíteni kell, kétségtelen, legyen pozitív kicsengése egy, egyébként hihetetlen negatív történetnek, ezt minden malícia is, és szarkazmus nélkül mondtam, találjuk meg az embert az embertelenségben, hogy a régi fordulatot idézzem, nem ezzel van a baj, slomó. Nem ezzel van a baj. Hanem azzal, hogy vélelmezhetően, és lehet mondhatod azt, hogy rossz indulatú a Yad rosszindulatú a Washingtoni Holocaust Központ, rossz indulatú Brehem professzor, rossz indulatú a magiszt, és rossz indulatú vagyok én személyesen. A baj ezzel az, hogy vélelmezhetően az arányok el lesznek torzítva, és ezáltal az egészről egy hamis kép tárul azok elé, akik ezt a kiállítást végignézik. Valami még volt eszembe, nem mondja, eszembe fog miközben újra beszélsz. Ugye az, hogy egy gyerek emlékszik-e a szüleivel történt eseményekre, nyilván ez teljesen igazad van. A történet nem változik, az sem változik, hogy ez nagyjából korfüggő. Tehát egy 5 éves gyerek nyilván más mindenre emlékszik, mint egy 15 éves. Az, hogy ezekre az általában említett dolgokra emlékeznek-e, ez ténykérdés, mert azokat, a, azt mondjuk azt, csak azt a két órás ö, 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 Anyagot végnézve ez egyértelműen kiderül, hogy minden említett által említett dologra és jól többre emlékeznek. Bocsát, vágatlan lesz az anyag, ami bemutat? Mi lesz? Vágatlanul fog menni az anyag? Hát nyilván 40 órát nehéz bemutatni vágatlanul. Tehát az, az mondjuk eléggé bekorlátozná a, a látogatóknak a bevonódásának a lehetőségét. Az pedig, amiről most már egy jó ideje beszélünk, hogy fontos az, hogy a történet hitelesen legyen bemutatva. Az, amit a dr. Rozett is ír, hogy nem lehet megállni az érzelmi bevonódásnál, és a teljes kontextust kell megadni. Ebben nem, hogy nincs közöttünk vita, hanem ha van valami, ami miatt amit én ebben én személyes ö, feladatomnak tartok, akkor ez pontosan ez. Hát igazából nincs, nincs, itt én úgy gondolom, hogy nincs közöttünk vita, és én nem feltételezek különböző, azt mondtad, hogy rossz indulatot feltételezek. Azok részéről, akik ilyen ö, szakmai és emberi ö, ö, felvetéseket és kritikákat ö, fogalmaztak meg, nincs részemről semmifajta rossz indulat, feltételezés. Azt sajnálom, hogyha vannak olyanok, akik ezt az egész lehetőséget és ezt az alkotó folyamatot ezt egy, egy amúgy szerintem sokakat nem érintő hitkösségi vita szintjére degradálnak, de szerintem ez a jelenlevők közül egyikünk sem tartja pályájának. Örülök, hogy azt mondtad, a, amit a dr. Rozett mond, az így vagy, és így gondolod, mert ez azt jelenti, hogy megváltoztattad a véleményedet cirka három perc alatt, hiszen végig arról beszélt, hogy elsősorban az érzelmi hatásra fekteti a hangsúlyt a sorsok háza. Erre ne reagálhatok? Persze. Nem? ja, hogyha, ha, ha, ha visszaidézed, az Robi, a, a, azt, amit, azt a tíz percet, amit az elején mondtam, annak pont az volt a lényege, hogy azt mondtam, hogy az első lépés az érzembevonódás, de a legfontosabb feladat az, hogy azok után, hogy megteremtettük az érzelmi vonalást, nem maradjunk ott, hanem legyen egy mélysége a történetnek abban az öt regiszterben, amit említettem, és ezek teremtsék meg azt a sokrétű kontextust, amitől ez a dolog nem csak hiteles lesz, hanem hatásos is. Igaz, de erre te felvázoltál egy egészen széleskörű oktatási koncepciót, mert amit az elején az öt pontban elmondtál, az 45 perc alatt, szerint véleményem szerint, mint egykor gyakorló tanár, Kivitelezhetetlen. J J Jó, akkor, akkor, akkor lehet, hogy konkrétabbnak kellene. vagy Még konkrétabb gondolatok formájában, hogy öntsem bele ezt az öt, öt tételt. Tehát ugye csak mondjuk, mondjuk egy példát. Nem biztos, hogy ez így lesz, de ez egy lehetőség. Még azt mondjuk, hogy, va, hogy valaki végigmegy ezen az 50 percen, ott számos olyan dolog elhangzik, és olyan referencia lehetőség van, ami ugye végigmegy mondjuk egy iPad-del a kezében ami lehetőséget ad számára, hogy amikor befejezte az 50 percet, és ő kiválasztotta, hogy őt ez a dolog értekli, ő neki ez a kérdése, akkor azt egy további, vagy egy következő látogatás, vagy azon látogatás során megkapja arra a válaszokat. Mondjuk, Egyszer csak elcsodálkozik azon, hogy te jó ég, ennyi zsidó élt Magyarországon? Hát ezek honnan jöttek ide? Ki ezek? Mi, mi, mi? Ki ezek a zsidók? És akkor átmegy egy másik terembe, azon a 9000 mindenhol van egy állandó kiállítás a magyar zsidóság ezer éves történetéről. Vagy van egy egy külön centrum, mondjuk, ami bemutatja a zsidóságot, mint, mint olyant. Vagy hogy ott van végig az a, az, az a kérdés, ami arról szól, hogy hogy ahogy te fogalmaztál, hogy ember az embertelenségben, miért volt ilyen kevés ember az embertelenségben, és, 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 hogyan működnek ezek a morális dilemmák. És azt mondja, hogy ő szeretne erről egy pszichodrámai foglalkozáson részt venni, és akkor fölmegy az oktatási központban, vagy akkor, vagy egy következő alkalommal, és ebben is részesülhet. Itt valahogy azt kell megoldanunk, azt a diotómiát kell feloldanunk, hogy azt akarjuk, hogy, hogy hogy ne legyen ijesztően sok információ ráöntve az emberre, amikor bemegy egy ilyen központba. Egy olyan sok információ, amitől rögtön bezárja szemét fülét. és, és e, ugyanakkor viszont meglegyen a lehetőség arra, hogy miután az, az első lépés megtörtént, mégiscsak megkapja, mind, megkapja mindazt az információt, amit nagyon fontos, hogy tudjon. Ugye, ahogy Salamon király fogalmazott, ha nohla nára gam gám ki a Neveld az ifjút a maga útján, ha megöregszik, akkor se tér el óra. Hogyha a maga útján neveled, az azt jelenti, hogy őtől jön az igény, hogy ő szeretne erről többet tudni, az, az az egyetlen hatásos módja a nevelésnek és az oktatásnak. És itt az a feladat, hogy egy, 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 először megteremtsük benne az igényt, és hát, ha megteremtőd benne az igényt, akkor adjuk neki. A, 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 a további tanulás lehetőségét, akár egy másik állandó kiállítás formájában, akár egy, egy előadás formájában, akár egy élőkönyvtár formájában, akár egy pszichodrámai foglalkozás keretében. Ezt nevezem, vagy ezt, ezt értettem a sokrétű kontextus alatt. Jó, kérdezhetek, muszáj még, mert nagyon megy az idő. Azt szeretném tudni, hogy tulajdonba, vagy kezelésbe kapta, működtetésre kapta az EMIH a kormány a Kormányhatározat szerint tulajdonba. Tulajdonba. Eh, ahhoz képest, hogy most azt nyilatkozta dolog, ezelőtt két nappal a külügyminiszter, hogy a múlt héten beszélt Orbán Viktor natanya és jön valamilyen. Eh, külföldi, illetve nem külföldi, hanem konkrétan Izraelből jön ö, egy szakmai segítség, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát szakemberek jönnek, holokausztal kapcsolatos szakemberek jönnek egyeztetésre azzal kapcsolatban az emiknek mi a teendője? Fogadja őket, és, és vagy fogadja őt, hogyha ez egy szakember, vagy már tudnak is róla, hogy ki jön, mikor jön? Hogy Én még nem, nem tudom, ez? hogy ki jön és mikor jön, de nyilvánvalóan Feladat lesz, hogy fogadjuk. Az új helyzet, hogy a miniszterelnök azt mondta hétfőn a parlamentben, hogy ö, semmi sem sürgeti ennek a kérdésnek a perfektuálódását, tehát hogy nem, nem a következő évi ö, holokauszt évforduló az, amire vagy 2019-es 75. évforduló az, amikor a sorsok Házának működnie kell, hanem egyességre kell jutni. Kicsit visszament a kívülálló számára az a benyomás, kicsit visszament a lázári állásponthoz. Ön mit tart erről? Azt, hogy ő ezzel mit tett, azt nem tudom. Azt, hogy én mit gondolok, azt igen. Azt, hogy, hogy nyilván az fontos, hogy egy ilyen intézmény megnyíljon, de az talán fontosabb, hogy, hogy ez ne egy kitűzött céldátum keretei határozzák meg ennek a megnyitásnak a, 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 létrejöttét, hanem, hanem az előbb említett szempontok megvalósulása. Tehát, hogyha ez nem fér bele ebbe az időkeretbe, akkor, akkor szerintem semmi nem köt minket ehhez. Ehhez én nagy tegyek hozzá, hogy először is szívből gratulálok az új év ajándékhoz. Maliciózus megjegyzés volt kétségtelen. Bocsánatot kérek érte. Nem kérek. De, ha jól emlékszem, a miniszterelnök úr azt mondta volt, hogy valóban semmi nem sürgős, várjuk ki, amíg a zsidó szervezetek megegyeznek. Ez idáig valóban hasonlít a Lázári állásponthoz. Én azonban egy új aspektusát vettem fel a megegyezésnek. Tudnilik, meg az ajándékozásnak is azzal, hogy az emis megkapta a sorsok házát, az emis megkapja az Iparművészeti Múzeumot, használjátok egészséggel. Ha megkapja a Népstadiont, használjátok egészséggel. A sorsok ház egy holokausz emlékintézmény. És azzal, hogy a kormány ezt átadta az emisnek, kizárólag, Ugyanezt mondanom, ha átadta volna a mao vagy átadta volna a Mazsihisznek, vagy átadta volna a Színsalomnak, vagy a Bétalomnak. Ezzel azt mondta, hogy ez egy zsidó ügy. És alig, hanem ez a legsúlyosabb kifogás per pillanat a sorsokháza jelenlegi helyzete ellen, tudjuk a sorsokházának, mint a dohányboltnak nemzeti ügynek kell lennie. Bocsánat, a dohány volt nem jó példa. Hát nem tudok más nemzetit. A, a Sorsokháza, és nem, most nem mint Sorsokházáról beszélünk, tehát nem a, az épület, mint intézmény. Tehát egy holokauszt intézménynek sehol a világon nincs helye csak és kizárólag a zsidó közösség, vagy egy zsidó közösség kezében. Egy holokauszt intézménynek, leszámítva Izrael egy holokauszt intézménynek mindenhol a világon, az én véleményem szerint, a nemzet tulajdonában kell lennie. A nemzet felelőssége kell, hogy legyen. Mert a holokauszt nem zsidó ügy. A holokauszt össztársadalmi ügy. Nemzeti ügy. A holokauszban mindenki érintett volt. És a mai napig mindenki érintett. A zsidók azért, mert áldozatok voltak, a tettesek azért, mert tettesek voltak, a közömbösök azért, mert közömbösök voltak, az utódok, az elődök okán érintettek, így vagy úgy, és nézd meg a mai Németországot, hogy az egykori nácik fiai unokái járják a világot, nyilván tudsz erről legalább annyit, mint én, járják a világot, és próbálnak azokért a bűnökért engesztelést szerezni az utódoktól, amit az elődeik követtek el. Mert ott társadalmi ügyként kezelik a holokausztot ösztársadalmi ügyként. Tehát azt gondolom én, hogy Magyarországon egy holokauszt múzeumnak, úgy mint a Páva utca, állami kézben kellene maradnia, az intézménynek magának állami kézben kellene maradnia, mert ösztársadalmi ügy. Um. Köszönöm szépen a gratulációt az ajándékhoz. Én alapvetően nem ajándékként tekintek erre, hanem felelősségként. És én erről az oldalról közelíteném meg a második megjegyzésedet is. Az nem kérdés, hogy a, ahogy ezt az előbb én is többször említettem, hogy a holokauszt az nem egy zsidó ügy, már azért nem egy zsidó, nem is tudom nem mi a jó kifejezés, kifejezés erre. Um, hanem egy és még inkább egy, egy összemberi ö, ügy, hogy itt ismét behozzam a morálfilozófiai megközelítést a ö, történelmi, megközel, történelmi felelősség megközelítése mellett. És az, hogy ez egy zsidó ügy marad-e, egy a össztársadalom szemében egy, egy, irreleváns, belterjes zsidó ügy marad-e, és egyre inkább azzá csontosodik, vagy pedig egy olyan ügy lesz, ami, ami valóban mindenkit, vagy lehetőleg minél több embert megérint, az ilyen értelemben nem a szerintem elsősorban a tulajdoni viszonyokon ö, múlik, hanem az előbb említett sokrétű kontextus megteremtésén részben, részben pedig azon, hogy mindahányan, akik részt akarunk venni ebben a diskurzusban, vállaljuk-e a felelősséget, hogy részt veszünk a diskurzusban, és ennek a diskurzusnak a fájdalmas részeit is beemeljük ebbe a beszélgetésbe, de ahhoz mindenképp van egy alap, Feltétel, és az alapfeltétel minden emberi diskurzus alapja, hogy egy alap bizalmat szavazunk a másik a diskurzus többi résztvevőinek egy alapemberi bizalmat. Az hogy ez megtörténjen, ez most így, hogy az emi úgymond tulajdonossává válik ennek az intézménynek, ez valóban az emiknek egy, egy nagy felelőssége, de nem csak a felelősségünk, hanem mindenki, aki ebben a diskurzusban majd részt vesz, vagy úgy dönt, hogy inkább nem, lesz, nem vesz részt, mert egy még nem létező intézményről olyan jövőbeni feltételezéseket tesz, amit a saját ö, ö, integritásának a megőrzése érdekében fontosabbnak tart már ezeket a feltételes, feltéte, feltételes módban tett feltételezéseket, mint hogy részt vegyen ebben a diskurzusban. Érthető volt, amit mondtam? Vagy ismételjen meg? Nem, nem, érthető, érthető volt, érthető volt. Uh, olyan, olyan, olyan csúnyán néztél, és akkor gondoltam, Meglepetten hogy... néztem, mert a saját integritását védi a Jadvasem, a Holocaust Múzeum, Brehem professzor, uh, aki mind azt mondja, amit a, a mazsihiszt is mond, hogy ezzel a koncepcióval, ezzel a, a hogy mondják a seregben, a is, a személyi állományjal, ezzel ők nem tudják elképzelni, hogy egy hiteles holokauszt intézmény jöjjön létre. Ha csak a, a Frölich Robi mondaná itt a Bálint hát Istenként kitérnek el. Na de hát ezt írja Brehem, a Holocaust Múzeum, azt mondja, épp tegnap adott ki újra valami közleményt, ezt ma olvastam, nem volt ö, teljes időm kívülről megtanulni. De látod, a járdvas is ö, azonnal szót emelt, a rozet írta, amit írt, és csak egy kiragadott idézet belőle, a mondom, Times of israel olvasható az egész. Hát ők, ne haragudj, de hát csak nem a saját integritásukat féltik, Hát talán csak más szempont vezérli őket, mint az, hogy ja Istenem, mi lesz most a járvás semmi, hogy megnyílik a sorsok háza,? Én nem egészen így ö, fogalmaznám ezt meg. Ö, ugye egy, 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 vita szituációban akkor lehet érdelmes diskurzust folytatni, Hogyha tartalmi kérdésekről vitatkozunk. Itt most a vita arról szól, ahogy ezt az előbb megfogalmaztad, hogy én, illetve az EMI kellően hitelese ahhoz, hogy egy jövőbeni létrejövő kiállításban részt vegyen, vagy, vagy, vagy annak az integritását megteremtse. Ugye egy, egy olyan feltételezés alapján, Mondják, egy feltételezés alapján mondják azt, hogy ez, hogy ez nem így van. Ezzel én nagyon nehezen tudok vitatkozni, mert valaki azt mondja rólam, hogy én bűnöző vagyok, azzal is nehéz vitatkozni, de ha valaki azt mondja, hogy a jövőben bűnöző leszek, vagy, a, vagy a, az unokám az lesz, azzal nehéz, nehéz vitatkozni, hogy ők ezt miért mondják, és mit jelentő a saját integritásuknak a védelmében. Itt nyilván azért a minden, az itt megszóló szereplőknek egy nagy része azért alapvetően politikai regiszterben mozog. Akik meg nem, azok valóban feltételes módban mondták, amit mondtak, és azok a szempontok, amiket mondtak, azok valóban nagyon fontosak. Tehát a World Jewish Congress a kritikájában arra teszi a hangsúlyt, hogy, a, hogy, 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 hogy melyik zsidó közösség nagyobb vagy kisebb, É, úgy hasonlót mond, mond mondjuk a European Jewish Congress. É, ez, ez szerintem a jelen kérdés szempontjából nem annyira ö, releváns kérdés. Lehet erről nem. is vitatkozni. De a, a, azok a szempontok, amiket a Rosette doktor fölvett, vagy amit a Washington Holocaust Museum fölvett, azok nagyon releváns szempontok. Hát nem véletlenül nem idéztem én az a Európai Lehető mert a témában ők nem szakértők, ugye én sem vagyok az. Ők nem szakemberek. Hát akkor egy Ezért hivatkoztam a Holocaust Múzeumra, ezért hivatkoztam a Vashemre és Brehemre, mert hát azért ők nyilván vitám felül ismert szaktekintélyek. Egy dologban, te akkor engem félreértettél, ezt szeretném ezt a félreértést eloszlatni. Amikor személyi állományról beszéltem, akkor hogy fogalmazok megint, úgy, hogy kiderüljön, csak nem mondjak nevet, mert azzal lesz tele, egy honlapos ajtó. Nem az emihez tartozó személyről beszéltem. És még annyiban könnyítem a kitalálást, hogy az illető egy hölgy. És amiként már ejtettünk róla itt a beszélgetésünknek akárhány pontján, a hölgy megnyilatkozásai alapján nem egy. Én meg már rágyújtanék. Tehát te... Nem egy légből kapott prejudikáció alapján, hanem kifejezetten a hölgy tárgykör, tárgykörben kifejtett tevékenysége, cikkei, előadásai alapján véli úgy, mint Brehem professzor, aki egy sokkal erősebb kifejezést használ, mint amit én itt bátorkodom, mind a Holokauszt Múzeum, mind pedig a Jervesem bátorkodik arra véleményre jutni, hogy ebben a Felállásban a sorsokháza, megint csak szalonképesen fogalmazok, nem lesz maradéktalanul hiteles. Az a helyzet, hogy mielőtt reagálna erre a köveslomó, meg kell cáfolnom magamat, mint ahogy észrevették, nem volt 45 perc után szünet, hogy önök megírhassák a kérdéseiket, mert más ütemben folyt ez a típusú vitatkozás, ebben én gyakorlatlan vagyok, vagy a beszélgetés. Nem tudtam, hogy ilyen nagy tömböket beszélnek meg az én Ilyen partnereim. az, amikor két rabbi vitatkozott. Igen, és életemben először két rabbi vitatkozott, és ezért nem volt szívem megszakítani őket, és nem volt szívem szünetet elrendelni, közben meg oxigént kaptunk kintről, tehát hogy élettanilag sem volt annyira szükséges. Bekövetkezhet-e az most, amit én eddig mindenáron szerettem volna kiszűrni, hogy miután el kell mennie 10 perc múlva, jól látom, hogy 10 perc múlva, 3, 4, 9, vagy most már? Igen, tehát akkor negyed óra múlva el kell mennie Köves És azt gondolom, hogy egyébként életanilag is fontos ez, hogy kilenckor befejeződjön a mai esté, hogy tegyék fel a kérdéseiket, akiknek kérdései vannak, úgy, hogy nem írogatunk semmit, de nagyon szépen kérem önöket, hogy kérdést tegyenek föl, és ne komplet okfejtéseket eresztenek meg, mert akkor így lehet, tessék parancsolni. És nagyon hangosan, mert hogy mire oda a... Mit tud erről Köves Lomó? Kapnak-e pénzt? Mert nem tudjuk, hogy kapnak-e pénzt hozzá, igaz? Jó. Tessék parancsolni. Arról, hogy, hogy, miért az emi kapta meg, arról csak feltételezéseim vannak. De például az, hogy... Oké, okay, köszönöm. E, a, a másik pedig, hogy a e, milyen van ennek az intézménynek, fogalmam sincs. E, Idáig nem jutottam el, nem jutottunk el. Nem gondol, ha, ha megengedi, hogy befejezzem a mondatot, akkor biztos, hogy meg fogja kapni a választ. Én soha nem így közelítem meg a kérdéseket, hanem azt, hogy beszéljünk arról, hogy ez miről fog szólni, ha kitaláltuk, hogy miről fog szólni, akkor hogyan fog szólni arról. Ha tudjuk, hogy hogyan fog szólni arról, akkor hozzá, tudunk hozzá tudjuk rendelni ezek, ez milyen eszközök, ez infrastruktúra, stb. kell, és akkor lehet arról beszélni, hogy ez mennyibe kerül. De nyilvánvalóan az, hogy ez mennyibe fog kerülni, az nyilvános lesz. Tehát ezt adott pillanatban a kedves úr majd meg fogja tudni. Az pedig, hogy jelenleg benne van a kormány határozatban, hogy a kormány két milliárd forintot különítött el a befejező munkához, szeretném jelezni, hogy nem az EMIK számára, hanem az MNBZRT az, aki a közbeszerzést erre ki fogja írni. Hála istennek nem kell ebben a regiszterben részt vennünk. Eddig 7,5 milliárdba került, ugye? És ahhoz tettek most még kettőt a befejezés? Nem tudom, hogy eddig mennyibe került, megmondom össze. Hát a publikációk nem... szerint ez eddig 7,5 hát milliárd közpénz. közpénz. Parancsoljon. Az az úr ott az oszlop mellett. Aztán majd maga. Hangosan jó? Ezt hol publikálták, bocsássam meg. Nem tudom, mit de, de maga ebbe biztos, mert ez, én meg azt gondolom, hogy bármit lehet gondolni és mit járól. de ez, én meg azt hiszem, hogy erre a kérdésre nem szükséges válaszolnia. Másik kérdés? De, de külön... ha, ha mondott ilyet, akkor jó, nem értek ezzel egyet. Én szerintem itt ar... fog... én Nem tudok róla, hogy mondott volna ilyet, de gondolom, hogy ha, ha valaki mondott ilyet, ez valahogy. A, az Eichmann, Eichmann per kapcsán kerülhetett elő, aki, aki a morális dilemmi, dilemmáit úgy adta elő, hogy, hogy számára nem az volt a dilemma, hogy a zsidóknak el kell pusztulni vagy sem, hanem csak, hogy minél kevesebb fájdalommal pusztuljanak el. Jó, tessék. De hát, ezt mondtam, de és nem 150 négyzetméteren, hanem amennyi, amennyi el szükség. <laughs> parancsoljon, ott egy csukló, ami nem tudom, végződik parancsoljon. A kormány határozata ebben nyilvánvalóan fogalmaz, hogy a kiállítást a kormánynak kell befejeznie. Nem, a, nem, a nem értem, nem, nem, nem hallom. Nem a ja, beruházás mérnöki befejezésére kérdeztem, hanem a kiállítás. Koncepció. Hát a maga a, a kiállítás befejezése, amikor egy tartalom megszületik, akkor azt, azt végrehajtó kormány az, aki végül megszüli. Te... Nem. 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 Tartalmi ügyekben nem az emi dönt? Tartalmi ügyekben nyilvánvalóan az emih dönt, az úr azt kérdezte, hogy a, 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 a kiállítást ki fogja uh, milyen... Befejezni. Hát nyilvánvalóan nyilvánvalóan az emik felelőssége, hogy az megfelelő legyen. Jó, akkor így megkapta a választ, ugye? Parancsolja. Azért nem, mert a korábbi diskurzus látva úgy gondoltuk, hogy ennek a, a bevonódásnak nem az eszköze, hogyha ezt a lehetőséget visszautasítjuk, hanem azt, hogyha élünk vele. Tehát amikor a diskurzus odáig fajul, hogy a diskurzus résztvevőit prostituáltnak minősítjük, akkor azt, azt nehéz abból mondjuk egy további visszautasítással előrevinni. Köszönjük parancsolni. A gazdaság történetének legsikeresebb periódusának, azaz a kiegyezéstől számítva az 1910-es évekig tartó periódusban a zsidó szereplők részt annak Kérem szépen, hogy ezt a kérdést itt most tegyen pontot, és válaszoljon, jó? Mind a két kérdésre csak azt tudom mondani, hogyha tetszett figyelni az elmúlt két órának a beszélgetését, akkor abból egyértelműen kiderült, hogy mind a két válaszra az, hogy igen. Már pontosan az első kérdésre, hogy a, miért a gyerek elbeszélés, ahogy ezt már több, több körben is átbeszéltük, ennek nem az a célja, hogy azon keresztül mutassuk meg a holokauszt történetét, hanem hogy az első lépést az érzelmi bevonódáshoz megteremtsük. Egyetértünk azzal, hogy nem tud, a holokauszt elbeszélés nem tud teljes lenni egy, egy, egy gyermek túlélő elbeszélései által. De, választ egy pillanat, csak a második, a második kérdésre kérdés viszont, az... ha utaljak meg, ugyancsak vissza, hogy ezért mondtam, hogy az egyik kontextus az a modern magyar történelem, különösen a kiegyezéstől és még inkább az első világháború utáni időszaktól. Pontosan azért, hogy megértsük, hogy mi minden oka volt eh, amúgy nem csak az 1920-tól kezdődő időszakban az antiszemitizmusnak, hanem akár győző idejében, vagy a Tiszeszlári perben, és hogy milyen eh, eh, szerves része volt már amúgy a kiegyezés, a kiegyezés előtti politikának is a zsidó kérdés. Mint például az, hogy a, a zsidók asszimilációja az milyen módon fontos, hogy a, ö, az emancipációs folyamat előfeltétele legyen, és ö, akár az, hogy a, ö, amire tetszik utalni, hogy a, ö, egy, egy feudális rendből hirtelen átalakuló ö, társadalomban a zsidók foglalták el a városi polgárság helyét, és ez milyen ö, feszültségeket ö, eredményezett. Számos kérdés van ami ahogy az ön által is felvetett, ami fontos, hogy terítékre kerüljön. Hölgy. Igen, tehát nyilván az a cél, hogy, hogy legyen, mondani, legyen mondani valója ennek a központnak a vidéki fiatalok és vidéki látogatók számára is, és meg lesznek nevezve történészek az adott pillanatban. Melyik pillanatban? Hát abban a pillanatban, amikor nem egy olyan helyzetben beszélgetünk, hogy bárki meg van nevezve, akkor olyan ö, ö, hiteltelenítő ö, nyomás helyezkedik rám, mint jelenleg rám. Tehát én ezt, ennek a terhét nem szeretném másokra is rárakni jelen pillanatban. A hölgy ott az oszlopnál? Valóban az lenne a feladat, hogy... Csak nem, nem biztos, hogy most tetszik figyelni azért. Tehát valóban? Ja, igen, mindig. Tehát, hogy valóban az lenne a feladat, hogy, hogy egy alkotó folyamat induljon el azután, a pár év után, hogy ez, ez leül. Hát, tetszik megadni nekem azt a minimális időt, hogy ez, ez, ez el tudjon indulni. Ha ön úgy érzi, hogy nem fog elindulni, akkor azt sajnálom, de tessék, jó. Tehát mi azon leszünk, hogy ez a folyamat elinduljon, és azon leszünk, hogy ne csak megmutassunk egy kész forgatókönyvet a nyilvánosságnak, hanem nyilvánosságot a lehetőségekhez mérten be is vonjuk ebbe az alkotó folyamatba, és a szakmai közönséget is bevonjuk ebbe az alkotó folyamatba. Én azt gondolom, hogy ez a következő hónapoknak a feladata. Most mondtam el, hogy ez egy alkotó folyamat, amiben mindahányan részt veszünk. Jó, hát azt hiszem, átbeszéltük nagyjából. De nem. Az imént Jó, azt mondta a főrabi úr, hogy nem mondja meg, hogy kik. Mondom, hogy értem, tehát azt akarod mondani, Judit, hogy nem értesz egyet azzal, hogy nem ad neveket, ugye? Oké. Okay. Igen. Nem kíván erre reagálni a közpénzekre? Jó. Uh, utolsó kérdésre van idő még, mert van másfél perc. Egy perc. Tessék. Hogyha az emi tulajdonába kerül ez az intézmény, akkor mi lesz a hivatalos szerepe Schmidt mária amíg még be nem tér a zsidóság? Semmi. Azt hiszem, hogy ennél uh, Bocsánat, Egy percet fel még a, a slomot, uh, Miért lezárod, Kati. Amikor jöttem, valahol olvastam, miközben készültem erre a mai uh, párbeszédre, és ajánlom figyelmemre elgondolkodásra, hogy a soának, a vészkorszaknak a, a mennyire megfoghatatlanul bizarr volt, ami, ami igazán üt. Nem tudom, kiírta mert Na, tényleg nagyon sok anyagot olvastam el, hogy képzeljük a következőt, hogy a amikor kijön a törvény, hogy a, az a zsidó, aki nem zsidóval, az fajgyalázást követ el. Másnap reggel valaki fölébred és bűnöző. Pedig nem csinált más, csak azt mondja, hogy az eltelt 30 évben. Este lefeküdt a felesége mellé. Köszönöm. Én pedig. Én is köszönöm Köszönöm szépen, Köves Lomónak és Fröli Robertnek, hogy hajlandóak voltak erre a beszélgetésre. Szerintem nagyon nagy dolog volt, hogy eljöttek, és nagyon jó lenne, hogy ez nem lenne az első és az utolsó alkalom. Önöknek köszönjük a figyelmet, és azok, akik végignézték az interneten, azoknak is viszontlátásra. Köszönjük szépen. Elnézést, hogy